ingyenes parkoló van, vásárlók azonban már nincsenek ebben a miskolci áruházban. Az épületben egy ruhákat is árusító kínai bolt működött. A kirakatban hatalmas plakátokon hirdetik a végkiárusítást. Az átalakítás után diszkont élelmiszerbolt nyílik majd itt. Az épületet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Apennin vagyonkezelő leányvállalata vette meg. 513 millió forintot fizettek érte. Közleményben azt írták, az ingatlan hosszú távú bérlője az Aldi lesz. Az Apennin vagyonkezelő szerint a bérleti szerződés magában foglalja az ingatlan átépítését is. Ezt azonban nem ők végzik majd el, hanem a diszkontlánc önerőből. Az Aldinak 132 áruháza van országszerte, több mint 3000 embernek adnak munkát. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég azt is bejelentette, hogy Egerben és Biatorbágyon is megvásároltak két ingatlant. Közleményükben azt írták, itt is áruházakat építenek majd hosszú távú bérbeadási céllal. Több internetes oldal tényként kezeli, hogy Mészáros Lőrinc cége ebben a két városban is az Aldinak épít majd áruházakat. Ez azonban a közleményből nem derült ki. Kerestük az Aldit, de annyit írtak, hogy ebben a témában nem szeretnének nyilatkozni. Az RTL Híradó megkeresésére az Apennin vagyonkezelő sem válaszolt. Mészáros Lőrincnek nem ez az első kiskereskedelmi befektetése. Februárban összesen 18 olyan üzlethelyiséget vásároltak meg, amiben spárboltok működnek. Az ingatlanok vidéki nagyvárosokban, üdülőhelyeken és Budapest környékén vannak. Nagyjából 4,5 milliárd forintba kerültek. A Spár évente 572 millió forint bérleti díjat fizet értük. Válságadókat fogunk bevezetni. Korábban a kormány több intézkedéssel, például a különadók, az élelmiszerlánc felügyeleti díj megemelése vagy a vasárnapi boltzár is hátrányosan érintette az áruházláncokat. A DK szerint a kormány kikényszerítette, hogy a multicégek együttműködjenek a kormány közeli üzletemberekkel. Az Orbán kormány ugye azokat a területeket, ahol ő piacot akar szerezni, segíteni akarja a kormány közeli üzletembereket, azokon a területeken úgy avatkozott be, hogy megsarcolta őket, és ennek hatására az együttműködések pedig kialakultak. Kényszerítették ezeket a vállalatokat, hogy egyébként együttműködjenek az ő embereikkel. Júliusban ugyanez a Mészáros érdekeltség vásárolta meg a Balaton egyik legnagyobb üdülőkomplexumát, a Klub Aligát is. Az adásvétellel Kádár János egykori üdülője is a Mészáros Lőrinchez köthető céghez került.